Sziasztok, köszöntök mindenkit! Hát most egy kicsit komolyabb lesz ennek a videónak a tartalma, és nem feltétlenül azért, mert magyarázni akarom azt, amit nem kell, hanem azért, mert hát talán előre fogok jutni így a közös dolgokkal, mint ti nézők, vagy esetleges nézők, meg én köztem zajlik ilyen kommunikáció terén. Sokan kérdezitek tőlem, hogy miért kezdtem én el videózni, és milyen indítatásból jött ez. Ezt sokannak elmondtam, de elmondom akkor itt is még egyszer. Én régebben írogattam a Facebookon különböző kis posztokat, és elég sikeresek voltak ezek. Az volt a címük, hogy akinek nem inge, és bizonyos dolgokról így írogattam benne. Hát kb. Mind a videón tartalma ezekről. Egy ilyen, hát ilyen rövidebb kis, fogalmazzuk így, hogy esszéket, hogyha lehetek, kicsit nagyképű írogattam, és mondom, ezek elég sikeresek is voltak. Azért volt ez a cím, hogy akinek nem inge, mert nyilván valaki, aki úgy gondolja, hogy ez nem vonatkozik, akkor nem veszi magára ezt a dolgot. Hát, óriási tévedtem, ezeket az ingeket marsok a magukra vették, és nem azért feltétlenül, mert stimmelt az innek a mérete, hanem mert nem értették ezt az egészet. Nem azért nem értették, mert ez annyira bonyolult volt, és annyira szakszavakkal fogalmaztam esetleg, vagy mert feltétlenül csak mondjuk professzorokat várok a nézőim sorai közé, hanem azért nem értették az emberek, mert nincsenek tisztában pár dologgal, például a legfontosabban nincsenek tisztában, mert az én videóimban szinte egytől egyik fellelhetőek azóta, és szerintem 90%-ukban benne van ez, egy-kettő komolyabban nem, amikor ugye nem illik oda, és nem illik is ezeket a dolgokat használni, ugye az irónia, meg a szarkazmusról beszélek. Az emberek egyszerűen ezt nem értik, nem tudják, hogy mi az, és nem arról beszélünk, amikor valaki szándékosan azért írogat, meg kommentelget, fasságokat, hogy mindenképpen belém akar kötni, és ez a lényeg, hanem arról beszélek, hogy tényleg nem érti valaki ezeket a dolgokat, és egyszerűen nem lát át ezen. Aztán, hogy visszatérek az elejére, hogy miért kezdtem el videózni, ugye egyszer valamiért nem volt időm, valaki valamit írt, és úgy válaszoltam neki egy rövid videóba, és ez még sikeresebb lett, és rájöttem, hogy minek írogassak, én akkor tudok is beszélni valamennyire, még ha nem is olyan folyamatosan és szép magyarosan, hanem sok-sok hibával. De elkezdtem ezeket a videózásokat, és akkor ez, ahogy látjátok, nem lett olyan sikertelen, persze ez minden relatív, lehetne többen előbbre járnom, lehetne hátrájébb is járnom, de egyelőre azt mondom, hogy nem annyira rossz. De azóta is belefutok ebbe a problémába, sőt, sokkal jobban látom ezt a problémát, hogy az embereknek egy jelentős része nem érti az iróniát és a szarkazmust. Beleestem abba a hibába az elején, hogy amikor valaki nem értette valamilyen videómat, hogy többen nem érek, jártam magyarázgatni. Hogy ez miről szó. Szóval rájöttem, hogy miért kéne nekem ezt magyarázni. Tehát ha valaki nem érti ezeket a dolgokat, akkor nem hiszem, hogy itt van a helye, és ezeket a tartalmakat nézze. Van ezer másféle tartalom a YouTube-on, könnyebben emészthető, nehezebben emészthető, ezerféle videó, ami mindenki megtalálhatja szerintem a magának valót. Nem feltétlenül nekem kéne elmagyarázni, miről beszélek, ami ráadásul szinte nem egy bonyolult dolog. Az, hogy valaki valamit szándékosan félre akar érteni, vagy a szellemi képességei nem engedik meg azt, hogy felfogja ezeket a dolgokat, értelmezze ezeket a ironikus dolgokat, és ott egy helyét, ahol van, az nem hiszem, hogy az én hibám. És nekem kéne bármit is magyarázni. Többször, és amikor én nagyon-nagyon félreértést láttam így a videóim alatt, még egyszer végignéztem a videót, és nekem teljesen egyértelmű volt az egész műrő, szóval nem csak azért, mert én csináltam, próbáltam én kívülállóként nézni, hogy mit lehet ebbe félreérteni, hát szerintem semmit. Most mondok nektek egy példát, ezt tegnap voltam egy rádióban, pár szót beszélgettek velem, és ott is ezt a példát mondtam, és nagyon találó, egy roppant egyszerű példa, ugye azt halljátok a videóban, hogy azt mondom, hogy kék a fű. Hát erre jönnek a különböző reakciók, hogy mekkora hülye ez a cibók, még azt se tudja, hogy a fű az nem kék, hanem zöld. És akkor ezt még kiemelve, stb. Ezer helyen, ahelyett, hogy mondjuk beleemelni az előző mondatot, vagy belehallgatni az előző mondatba, amiben azt mondom, hogy a fűre kiöntöttem egy liter kék festéket, és ezért lett kék a fű. Tehát ugye egyből látszik, hogy ez a kettő már nem ugyanaz. Hát körülbelül ennyi, amit szándékosan félre lehet magyarázni. Az irónia, meg a szarkazmus, ugye amikor kikarakírozok valamit fel, nagyítom bizonyos olyan tulajdonságot, amitől a jelentés egy picit megváltozik a dolognak, de ügyelek azért arra, hogy egy mosoly, egy-egy kacsintás, hogy valami legyen benne,
Én úgy gondolom, hogy ez érthető. Tehát azt, ha valaki bizonyos dolgokat komolyan vesz, és azt valóban elhiszi, hogy én azt úgy gondolom, és ez ugye nem, még egy videóból tegyük fel, hogy elhiszi, de amikor 650 ilyen típusú videó van, és egy csomószor belemondom, hogy azért ez csak az én véleményem, meg azért nem kell ezt annyira komolyan venni, bár nem tudom ezt nekem miért kell egyáltalán mondani, akkor azt látom, hogy az emberek nem nagyon vannak ezzel tisztában. Nem mindenki, tehát nagyon jelentős rész tisztában veled, meg nem akarok általánosítani, hanem vannak olyanok, akik így nekiállnak össze-vissza írogatni mindenféle hülyeségeket, és mondom, nem ezek a népi fikázókról beszélek, hogy tök mindegy, mit csinálsz, akkor is már megy az anyázás, hanem arról beszélek, aki tényleg nehezebben ért, és nem érti azt, hogy erről a témáról miért így beszélek. Például ez a legjobb példa erre, hogy én utálom a fiatalokat. Ugye rengeteg ilyen videót csináltam, abszolút nem utálom a fiatalokat, sőt, nagyon sok olyan ismerősöm van, olyan fiatal, hát nem barátom, mert én ezen barátkozok, de olyan ismerősöm, akire még talán én is felnézek, és nem azért, mert különböző sporteredmények vagy ilyesmi miatt, vagy mert annyira hatalmas szellemi képességei vannak, mert vannak ilyenek is persze, de azért, mert látom, hogy úgy éli az életét, ahogy szerintem az egy normális dolog, és nem, nincs bennem semmilyen utálat. Vannak bizonyos tulajdonságok, amiket úgy látok, hogy erősödtek a fiatalok között, és szerintem ez nem jó. És vannak olyan tulajdonságok, eltűntek, például a felelősségvállalástól kezdve nagyon sok minden, ami szerintem megint nem jó. Ezekről beszéltem, de mindig belevittem valami kis humort, amit az emberek ugye szépen egy jelentős része kihagyott belőle, és csak az jött le, hogy én utálom a fiatalokat. Bizonyos példákból, amiket tapasztaltam, próbáltam utalni azokra a dolgokra, amiket én rossz iránynak látok. Nem azért, mert akkora népnevelő vagyok, hanem vannak ilyen alaptörvényszerűségek, alapnormák, értékek a társadalomban, amit szerintem, ha együtt akarunk élni, normálisan illik betartani. És mivel ezeket a dolgokat én is nagyon fiatalabb koromban sokszor megszegtem, és marha okos voltam, mert az öregek azok hülyék, itt jár a szájuk, amikor sokkal jobban tudom én, aztán rádöbbentem, hogy azért ennek van valami alapja, amikor az idősebbek mondanak dolgokat. Ezeket próbálom valamilyen módon nem is átadni, csak közvetíteni a fiatalok fel, akik közül mindig azt mondja, hogy a jelentőség része ezt meg is érti. Tehát nem akartam egy ilyen nagy népi tanító lenni, mert azért nekem is van még mit tanulnom, messze vagyok én attól, viszont van pár dolog, amit én átéltem, és úgy gondolom, hogy ha talán egy-két ember a fiatalok közül ezt úgy átgondolja, vagy próbálja értelmezgetni, és nem bonyolult dolgokról beszélek, akkor lehet, hogy neki bizonyos dolgokat könnyebb lesz majd feldolgozni, megélni, megcsinálni, amiket én így elmondtam. Vagy lehet, hogy egyáltalán, amire korábban tett olyan dolgot, ami lehet, hogy nem úgy kellett volna, lehet, hogy felülírja benne ezt a dolgot, és átgondolja. Ha nem, akkor nem, akkor sincs baj, akkor röhögött egy jót a videón, az kész, ennyi. De az, hogy ilyen törvényszerűséget levonni, hogy én most ezt utálom, azt utálom, amazt utálom. A videóm jelentős része, azt is megkaptam, hogy negatív tartalmú. Hát ha valaki ismer egy kicsit, én minden vagyok, csak nem negatív ember. Általában azokat a dolgokat, amik így lecsapódnak a társadalomba, negatív irányba, arról beszélek. Tehát ha maga egy tartalom negatív, azt én sem tudnám, csak nem sok értelme van teljesen pozitív tartalommal megtölteni, mert nem is akarom. Tehát ha valami egyszer szar, akkor arról kell beszélni, hogy szar, és miért nem lehet jobbá tenni, vagy miért lehet esetleg jobbá tenni. Tehát ezekről beszélek, szoktam rengeteg pozitív tartalmú videót csinálni, és a negatívakban is azért igyekszek egy kicsikét karikírozni, kicsit felanítani dolgokat, hogy ott is azért lehetőleg ne legyen az, hogy egy ilyen népi elkeseredést mutassak be, egy ilyen nagy siránkozást, tehát nem erről szól az egyik sem. Most ez a videó megint úgy kerekedett ki, hogy megint magyarázom a videóimat, akkor magyarázom a videóimat, mindegy. Viszont amiről akartam beszélni, és talán érződött is, aki fel tudja fogni, hogy tessék azért utána nézni, ha valaki ezt nem tudja, hogy mi az, hogy irónia meg szarkazmus, bár azt, hogy elolvasom a Wikipédián vagy a lexikonban, az marha kevés. Ha ezt valaki így magától nem érzi meg, ott nem tudom, nem nekem kéne elgondolkodni, rengetegen, tehát ha azt mondanám, hogy nem érzi meg senki, akkor én vagyok hülye. És akkor aláírom, tényleg én voltam hülye, beszélek, nem értik az emberek, viszont a nagyobbik része érti, tehát azért meg kell nézni, mondom csak a nem a fikázó komment hegyeket, mert mondom az összes gyökeret nekem sikerült összegyűjtenem szerintem itt a YouTube-on, mi mondtam, hogy különösebben nem érdekel, hanem meg kell nézni, hogy a lájkok, diszlájkok arányát általában azért mindig egy 80-20% körül van, valamelyik ugye szélsőségesebb, valamelyik, ami jobban megosztja az embereket, ez semmi baj nincsen, de általában pozitív egyensúlyba dől el, tehát a nagyobbik része érti ezt a fajta iróniát. Most az én videóimhoz, biztos, hogy ez is már sok embert meg fog bántani, de hát
gondolját mindenki. Azért nem olyan egyszerű azért egyik se, mondjuk számomra nem bonyolult, mert nagyon sok embernek nem. Tehát nem annyira egyszerű ez, mintha mihez hasonlítsam ezt a dolgot, mint a fogod, aztán leviszed a szemetet. Tehát azért kicsit el kell gondolkodni, vagy el lehet gondolkodni mindegyiken. Vannak köztük olyanok is, amik teljesen komolytalanok, de ott is azért van egy kis mondani való benne. Hát meg vannak nagyon-nagyon komolyak, amin érdemes azért egy picit elgondolkodni. Na most, ha valakinek olyanok a szellemi képességei, hogy ez nem megy, addig terjed, hogy ő az egész YouTube-ot, azt az egész videózást mondjuk a egymást anyázó, veszekedő, verekedésre invitáló videóba leli az örömét, és ez neki a csúcs, akkor nem biztos, itt van a helye az én videóimnál. Felőlem nézheti, engem marhára nem érdekel, de nem ezt fogja kapni. Tehát engem mondtam már, rengetegszer hívogattak ilyen, hogy szálljunk be ilyen-olyan párbajra, mondom, van ennek az internet, itt van valami szakszava vagy szakneve, hogy anyázzuk egymást egy másik youtuberre, legalább kommentek be, és akkor ez hogy fölnyomja a nézettséget, de majd szó sem lehet róla, mert nem érdekel. Több okból sem érdekel, ezek annyi, miért nem akarok belemenni. Az egyik az, hogy voltam én annyit konfliktusban már életemben, hogy köszönöm szépen, nem hiányzik ez, hogy így szájjal valakit így ostorozgassak össze-vissza, meg főleg nem vagyok ez az ember, aki szájjal karatézik, ezt többször is elmondtam, ha bajom van, akkor igyekszem ezt személyesen rendezni, és persze nem fizikai erőszakkal. Ez nem az én világom. Tehát ha valaki az ilyen szintű videókat szereti, és ezekbe leli igazából örömét, és ez neki a csúcs, meg a top, ez az ő dolga, engem nem érdekel, csak valószínű az én dolgaimat, amiket itt magyarázgatok, nem fogja érteni. És akkor jönnek ezek a ledöbbentő kommentek számomra, nem az anyázások, hanem az, amikor teljesen félre van magyarázva az egész, és akkor pár odaírják neki, aki veszik váratságot, hogy arany barátom, te ezt nem érted, és akkor jön ez, hogy akkor lö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 l
Tehát mondom, irónia, szarkazmus, picike gúnyolódás, velem is lehet nyugodtan gúnyolódni, én ezzel nem sértődök meg, nekem is van rengeteg van tulajdonságom, amit ki lehet karikírozni, jókat szoktam röhögni, mert valóban úgy van, sok minden mindenkinek lehet, aki ezen meg tud sértődni, vagy a lelkére veszi, ott komoly bajok vannak. Tehát mindenkinek azért az életben, még a szar dolgokhoz is, úgy gondolom, és ezt tényleg a tapasztalatból mondom, azért igyekezni kell úgy hozzáállni, hogy abból lehetőleg a legjobb pozitív tartalmat hozza ki. Nyilván most nem egy halálesetre gondolok, vagy egy balesetre, vagy ilyesmi, mert abból ugye nyilván nem lehet. De most történik az életben egy olyan, hogy esetleg mondjuk elküldenek a munkahelyedről, ami lehet egy tragédia is, abból is igyekszik az ember valamilyen módon, hogyha van egy kis esze úgy kijönni, hogy megpróbálja ezt pozitívan felfogni, ugye a motivációs trénereknek a kedvenc előadásnak a rész, hogyha kirúgnak, akkor ez nyitás egy új út felé, és valószínűleg azért rúgtak ki téged, mert most az élet ad egy lehetőséget neked, hogy valami marha jó melóhelyet keressél. Hát nem egészen így van, kirúgtak, ne szarul dolgoztás, de kirúgtak azért, mert összeveszti a főnöke, de mindegy, attól függetlenül ebből valóban lehet kicsit pozitívan is építkezni, nem pedig letargiába esni, mert az a legrosszabb. Hát mondom még egyszer, ez az irónia, szarkazmus dolgot vagy meg kéne tanulni az emberekbe, vagy megvan hozzá kellő intelligenciával, és akkor szerintem egyből máshogy lehet kezelni ezeket a kis videókat, amikről, hogyha személyesen találkozok emberkékkel is, és gratulálnak a videókhoz, akkor azért hozzászoktam tenni mindenkinek, hogy azért annyira mélyen, komolyan ezt nem kell venni. Van benne olyan tartalom, mi azt gondolom, hogy valamit segíthet valakinek, valami nem segíthet, valamit csak rögni kell, de nem kell ezt úgy venni, hogy én ki előléptem népi tanító mesterért, és az a szent igazság, amit én megmondtam. Biztos, hogy rengeteg olyan dolgot is mondok, amiben sornak más a véleményem, vagy nem baj, tehát soha nem szokott ez engem különösebben bántani, sőt nem is nagyon... Az, hogy érdekelni, nem érdekel, ez egy túlzás, mert érdekel, mert sokszor valami véleményből jövök rá, hogy valóban ezt nem egészen jól mondtam, de attól függetlenül ezzel nincsen baj, hogyha valaki megírja a negatív véleményét, és megindokolja mondjuk észérvekkel, ez, hogy odaírja valaki, hogy szép baszlak, te köcsög, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni, hát mindig mondtam, gyere, tedd meg, de nyilván ezekből nincsen semmi, de mondom, nem is olyan érdekel, nem szoktam érdekel reagálni, írogasson mindenki, ami jól esik, de ha valaki egy építő jellegű dolgot ír, akkor az ember az egy picit elgondolkodik rajta, hogy lehet, hogy valóban nem a megfelelő szóhasználattal éltem, lehet, hogy félreérthető, amit mondtam, de a félreérthetőség, meg az irónia, az kurva két különböző dolog. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ezt nem érti, nem tudja, hogy mi az irónia, hát egyrészt elég szar az élete szerintem, másik meg az, hogy hát a
akkor keressen más videócsatornát. Mondtam, hogy nem fog ezen megsértődni, volt, hogy odaírta, hogy most, na most volt lett elege, és leiratkozik, tedd meg. Igazából te dolgod, én senkit nem kértem, hogy iratkozzon fel, én nekem az egyetlen egy videó végén se halljátok azt, hogy már pedig itt meg ott lehet feliratkozni, meg hogy lájkoljatok, meg ilyeneket, akinek tetszik, lájkolja, aki fel akar iratkozni, feliratkozik, aki le, az leiratkozik, ettől függetlenül azért szépen, igaz, hogy nem egy villám tempóba, de azért haladok előre, tehát azért az emberekbe vett pozitív hitem azért valahol mindig is visszajön, meg megmarad. Hát ennyit szerettem volna már mondani, és akkor ezt a videót is annyira vegyétek komolyan, amennyire kell. Köszönöm szépen, sziasztok!